Újabb épülettel szépült Pécs városa, felavatták a horvát kollégiumot. Az országos horvát önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett az utóbbi időben az oktatásra. Ebből a szempontból nagyon fontos volt a jó néhány évvel ezelőtt megalapított horvát metodikai központ. Most a budapesti után Pécsen is megnyílt a kollégium kroácium horvát szakkollégium új épülete. Budapesten 6, Pécsen 8 egyetemista számára tudnak szállást és programokat biztosítani. A szakkollégiumot illetően úgy gondoltuk, hogy a középiskolát befejezett fiatalok néha úgy elkalódnak, az identitásukat elvesztik, és szerettünk volna nekik biztosan egy olyan lehetőséget, hogy nem csak szállást, hanem különböző programok, különböző rendezvények, különböző előadások keretében az anyanyelvüket, az identitásukat erősíteni, és reményeink szerint valamikor a jövő horvát értelmiségét kinevelni. Csizmadia Péter, a pécsi közgyűlés fideszes önkormányzati képviselője is támogatta szavazatával a kollégium felújítását. A frakció vezető elmondta, a pécsi horvát közösség és fiataljaik egy nagyon színvonalas és minden igényt kielégítő lehetőséghez jutottak most az új kollégium által. A lehető legmagasabb iskolai végzettséggel, szakmai képzettséggel indulhassanak majd az életbe, és remélhetőleg képzeljék el itt Pécsen a családalapítást és a pécsi jövőt, annak érdekében, hogy Pécs színes közösségét továbbra is jelentős számú horvát lakosság alkothassa, hiszen én azt gondolom, hogy Pécsnek a sajátossága ez a fajta sokszínűség, ez a fajta nemzetiségi hovatartozástól független együttműködésre képesség, amelynek nagyon-nagyon fontos építőkövei a pécsi horvátok. Az avató ünnepségen Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett. Ez az épület most belépett abba a felújítások sorába, amely a horvát közösség részéről az elmúlt években megvalósult. Így a horvát színház beruházása és megszépült, illetve bővült a Miroslav Kleža iskola is, mondta Soltész Miklós államtitkár. A horvát közösségnek itt Pécset, illetve Baranyában megvan az a lehetőség, hogy akár óvodában, akár általános és középiskolákban tanulják a horvát nyelvet, elsajátítsák kultúrával együtt, de ugyanilyen fontos az is, hogy utána itt maradjanak Pécset, az itteni egyetemeken végezzenek, és utána szolgálják akár a várost, akár az országot, akár magát a horvát közösséget. De hogyha van egy olyan lehetőség, mint ez a kollégium, amely szakkollégiumként működik, mely mégis többet tud adni, mint egy sima kollégium, akkor még inkább azt kell mondani, hogy megérte ez a beruházás, és ezt szolgálja az itteni épület. Mind a mellett, hogy besegít a Horvát Oktatási Központnak a munkájába ez az épület, és besegít egyébként egy kiállító teremmel is a közösség életébe. A pesti telephelyű kollégium kroácium horvát szakkollégium már sikeresen működik. Fiataljaik tavaly bekapcsoltak a horvát kulturális társadalmi életbe. Ezt remélik a pécsi horvát kollégistáktól is. Az országos horvát önkormányzat azért választotta ezt a két várost, mert Budapesten tanul a legtöbb magyarországi horvát egyetemista, Pécsre pedig Vas és Zala vármegyéből is érkeznek, illetve a napokban már be is költöznek a horvát fiatalok.